A Hadik ház 2 éve volt 100 éves, az itt üzemelő kávéház vezetői azonban már kezdetektől csatlakoztak a Kortárs Építészeti Központ Budapest 100 rendezvénysorozatához. Május 5-én szombaton reggel a ház belső udvarán az itt élők támogatásával egy közös reggelit rendeztek a Hadik vezetői. Gyerekeknek biztosítottak alkotási lehetőséget egy kézműves program keretében, majd délután a Hadik házban élő Halmosi Sándor költő mutatta be Lauce szenvedélye című verses kötetét Juhász Anna segítségével. Egy verseskönyv általában mindig mindenről szól, ez egy kiragadott cím, ez egy versnek a címe, de azt hiszem, hogy jól tükrözi azt a világot, amiben élünk, tehát egyszerre visszafogott és egyszerre szenvedélyes, és hol egyiket, hol a másikat mutatjuk meg. Ő ugye sok helyen otthon van, mert hogy nézhetjük Szatmár Németit, nézhetjük Stuttgartot, és aztán pedig most már több mint egy évtizede itt van Budapesten, sőt itt Újbudán, ami azt gondolom, hogy önmagában nagyon fontos, nem csak a Hadik háznak, hogy ugye olyan emberekkel tartsuk a kapcsolatot, vagy olyan embereket támogassunk, akik itt laknak, ebbe a közegbe élnek, akár ebbe az épületbe, mint ő, tehát nem is akárhol. De hogyha a korábbi verses köteteit, ugye 8 könyve jelent meg Sándornak, ez a 9., ez a Lauce szenvedélye, hogyha a korábbi verses köteteit megnézi a közönség, vagy akár ezt is, akkor azt lehet tapasztalni Sándornál, hogy egy nagyon érzékeny alkotó, többször elmondta, hogy ugye volt egy bizonyos nap, amikor ő költővé formálódott, vagy amikor összeértek benne ezek az energiák, és ő költővé vált. De őt nagyon megihleti a környezete, megihleti a most már természetesen a lánya, megihletik az emberek, és az a hely, ahol él. A verseny nagy részét itt írtam, Hadikban, vagy a Szatyóban, vagy ott oda át a Keletben, és ezek meg is jelennek a kötetben, tehát nagyon sok versnek a címében, illetve a utalásként szerepelnek ezek a helyszínek. Van például egy ilyen című vers, hogy a progresszióról a Szatyorban. Vagy mire jó az irodalom prózában és versben, az is itt ezen a két helyen íródott. Azon kívül pedig a Hadik is támogatta a kötet megjelenését. A Hadik is kivonult a térre az esti órákban, Stahl Barbara, Havai Gábor duója adott kellemes esti koncertet a kávéház előtti Gárdonyi téren.